Jó, tehát akkor mindegy 20 perces késéssel, de megkezdjük a jelen idők előtt a képviselőtestület ülését. Megállapítom, minden képviselő jelen van, határozott képes a mai ülés. A mai testületi ülés alapvetően két napirendi pontból áll. Első napirendi pontban a szociális ellátási formák igénybevételéről, költségvetésének időarányos alakulásáról történő beszámolót hallgatjuk meg dr. Lackovszky Győzben, a Szociális Bizottság elnökének előadásában. Második napirendi pontban egyebek lesznek tárgyalva, sportegyesület kérelme, a Jenő-nappal kapcsolatos előkészítés, és a szakiskolai oktatás, és a maga részéről a Gilsberg-Ungari kérdését szeretném felvetni egyetekben, illetve kérelmét. Nem tudom, a képviselőtestület tagjainak van-e egyebekben való megtárgyalni valója, amennyivel igen, kérem, akkor jelezzék. Én az egyebekre az átküzdésnek szeretnék egy témát megbeszélni, hiszen személyiségi jogokat érint, úgyhogy ezt majd az átküzdésen kérnek. Igen, más valaki? Akkor kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a napirendi pontokkal, az egyebekben történő kiegészítésekkel elfogadja napirendi pontokat, amennyiben igen, kérem, kapcsolatot fejlődik. Megállapítom, hogy egy napot elfogadta a képviselőtestület, akkor megadom a szóval, hogy hozzászkodsz a győzőnek a szociális bizottság elnökének, hogy terjessz elő a belső napirendi pontot. Tegnap volt szociális bizottsági ülésünk, ahol mindenki megkaphatta kezébe a időarányos felhasználásunkat, bármint a különböző segélyek és juttatásokat. Hát most végülis, akik ugye nem tartják kezükbe ezt, el lehet mondani, hogy van egy tervezett összeg, és az időarányos felhasználás ugye 4 hónapra szól, hogyha mindegyik sor végén azt szeretne, hogy hány százalékos a felhasználás, és összességében 29,4%-os az időarányos felhasználás. Figyelembe véve azt is, hogy vannak olyan tételek, amelyek, mint a Burza-Ungarika például, az ugye az egy nagyobb tétel, és aznak a másképpen történik a finanszírozás, és nem szakaszosan. Tehát a Szociális Bizottság ilyen mód az időarányosan használta fel a tervezett összeget. És a Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Nem szeretnénk őt egyetlenül, hogy jobban szép hosszulni, mert ezek úgy is kimentek, ezek a pénzek is. Jó, köszönöm. Kérdezem, tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Csak egyetlen egy hozzászólásom van, most próbálom összegezni a tegnapi bizottságon is ezt elmondtam. Szeretném, hogyha a jövőben meg tudnánk, illetve az önkormányzati apparátus meg tudná egy picit jobban szervezni a szociális segélyeknek az ellenőrzését, illetve ezeknek a felügyeletét, hiszen személyesen jelezték felém, hogy történnek visszaélések. Sajnos most ezeket nem lehet leellenőrizni, hiszen nincsenek meg az önkormányzatnak, én ezt tudom, a módszerei, illetve a módszerei megvennének, nincsen meg az ember, aki ezt végrehajtsa. Azért én ezt kérem, hogy ezt majd közeljövőben beszéljük meg. Igen, azért ezt most így elég nagy nyilvánosság előtt konkrétumokról szeretném, hogy megnyilvánuljon ez, hogy miért, mert ez kicsit olyan negatív megnyilvánulás volt. Olyan értelemben, hogy nem tudunk az ellen védekezni, amiről nem tudunk. Így van. Nagyjából ez alatt azt értem,
hogy a visszaélés az azt jelenti, hogy a, mondjuk a szó szerint, ahogy megfogalmaztad, hogy azt értettem, hogy a szociális bizottság visszaél a saját jogaival. Nem. A visszaélés az emberek részéről történik, tehát olyanok vesznek, szóval kapnak támogatást, amelyek lehet, hogy nem jogosultak rá, és nekünk, a Szociális Bizottságnak, illetve az önkormányzatnak jelenleg kevés olyan eszközei vannak, vagy eszköz áll rendelkezésére, amelyekkel ezeket a visszaéléseket ellenőrizheti. Az egyik olyan eszköz, amit a tegnap is elmondtam, az te vagy, mint orvos, hiszen nagyon sok ilyen ember oda bemegy, és te ezt tudod igazolni, vagy számfolni ezeket a dolgokat. De elsősorban ez nem a te feladatod, vagy nem a te feladatod lenne. Tehát én így értettem. Konkrétan mire gondolsz, tehát hogyha mondjuk az ellátási formák területén valaki, vagy valakik bizonyos jövedelem kimutatással mondjuk fordulnak az önkormányzathoz, és ez a jövedelem kimutatás mondjuk megindokolja a részükre a támogatást, és ennek felderítése okán ugye van egy bejárás, hogy most ők milyen körülmények között élnek, vagy stb. Tehát mert itt azért jogszabály, tehát jogszabály és az ellenőrzés között is itt azért vannak visszásságok. Tehát azért Én csak azt szeretném, hogy azokat a közpénzeket az önkormányzat próbálja ellenőrizni, amik rá vonatkoznak. Hiszen vannak olyan szociális segélyek, amelyekben az önkormányzat csak részben támogatja 10-20%-ban. Ez viszont úgy érzem, hogy ez feljogosítja arra, hogy legalábbis annak, tehát hogy olyan, hogy ellenőrizze azt, hogy ezek jogosultak vagy nem. Én nem kérek semmi különbséget. Azt tudom, hogy most ez az eddigi belátásaink szerint ez nincs egészen jól. Szerintem nevezzük nevén a gyereket, tehát azt szólja több embernek a szemét, hogy valaki jár egy luxusautóval, jó körülmények között ugyanakkor segélyt vesz föl. Na most nem tudom, hogy jogunk van-e hozzá, ennek kérem, hogy nézzen utána a hivatal, ugyanis az adóhatóságnak ugye joga van hozzá, hogy becsülje az embereknek a jövedelmét. Na most ha esetleg nekünk is van jogunk hozzá, és ha valami ilyen segélyezett, ilyen körülmények között él, és az jobban szó szerint a többi embernek, aki közel nem olyan körülmények között él, és nem jogosult segélyre, akkor tegyünk meg az ilyen esetekben egy ellenőrzést, és azt mondjuk, hogy nem hiszük el, hogy ekkora jövedelemből te fenntartasz egy nagy autót, meg ekkora házat, meg nem vagy két autót, és akkor nem vagy jogosult segélyre. Nekem ez egy okos megoldás. Köszönöm, és akkor jegyzem. Én ehhez vonatkozóan szeretném elmondani, hogy volt ugyan valamennyi adat, amit a jogszabály előírva kérünk, ugyanígy megtudjuk, amennyire gépkocsit jelentett be, megkérjük a járvés pénzügyőrségtől, hogy az értékelését végezzük el. Nem mink végezzük el. Volt olyan, akinél mink is úgy láttuk, hogy ez lehetetlen, hogy az jövedelem igazolás igaz legyen. Az APEC-től megkértük, és sajnos az APEC ugyanazt a jövedelem igazolást adta ki. Én nem ezt mondom, hanem tulajdonképpen ugye a közpénzek most, ráadásul ugye most szigorították, hogy szigorítják a BTK-t és a közpénzek felhasználásával kapcsolatban, tehát ez lehet, hogy visszatartóanő lesz, bár nem biztos, de hát ez közzé kéne tegyük, mint ez a folyamat, de én azt kértem, hogy azt tudjuk meg, hogy nekünk van-e hasonló jogosultságunk, mint adott esetben az APEC-nek, hiszen mi is adóhatóság vagyunk, tehát adott esetben mi is megmondhatjuk azt, hogy nem hiszük el, hogy ebből az, hogy az APEC nem jött ki, és nem ellenére visztel elő személyi jövedelemadó alapon, az nem zárja ki azt még, hogy mi nem személyi jövedelemadó alapon akarjuk ellenőrizni, hanem azt akarjuk mondani, hogy gyerek idehoztad, hogy nincs egy forint jövedelmet sem, meg éljen a család, akkor miből veszel benzint? A 6-os vagy az 5-ös BMW-ben. Most én a Daninak és a Katilának hozzászólásából azt hűltem, hogy környezettanulmány kell a gyanús esetekben lefolytatni, kimenni, az életkörülményeiket megnézni, hogy ezzel a jövedelemből
megvalósítható, vagy van valami más jövedelme, amit nem vallott be, tehát erre akarnak ítélni. Majd úgyis oda fogunk figyelni, és közösen fogunk határozni ebben a sorokban. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a beszámolót el tudják fogadni, ha igen, akkor kérem kapcsán is eljelezzék. Megállapítom, hogy 6 igen, egy tartózkodás. 6 igen, egy tartózkodás. Egy mulasztást szeretnék bevontolni, mert ugyanis elkezdtük a napirendi pontokat, de nem tettem meg a polgármesteri beszámolónak az elmúlt időszakra, akkor engedje meg a képviselőtestületet, hogy gyorsan pontoljam. Tehát az előző testületi pontra a következő polgári mesteri tevékenységek zajlottak le. 2011. 5-én Rétság egészségügyi központban voltam, ahol az igazgató úr beszámolt a központ egy hónapos működési tapasztalatairól. Elmondta, hogy április 4-én kezdte meg a működést a központ. Az OEP még nem kötött szerződést a nappali kórházra, amely befolyásolja a finanszírozást. Az esetlétszám 2294 beteg az első hónapban, ami 50%-nak felel meg. A beavatkozások száma 8646, de ez torzít, tehát itt ugye van egyfajta torzítás, ezt a doktor úr gondolom jobban érti. A teljesített pontszám az 2.332.714, ennek szorzataként kapja a fejkvótát, vagy nem tudom, finanszírozást, ami 15 forint, vagy valami hasonló, tehát 15 forinttal kell megszorozni. Az egy esetbe jutó pontszám az 1019. A sor került a társasági szerződés módosítására, mely érintette a telephelyet, a tevékenységi kört. Itt a saját ingatlan mérvadásáról volt szó, hogy ez is esetleg szóba jöhet az ügyvezetői struktúrát. Ez pedig abból adódott, hogy ugye volt a beruházásnak egy ügyvezetői igazgatója, aki a beruházásért volt felelős, míg fel nem épül az intézmény. Ez megtörtént, ez az igazgató ugye visszahívásra került, és most már csak az intézmény igazgatója marad egyedül az ügyvezetői felelős. Megvitatásra került még a javadalmazási szabályzat, az ügyvezető igazgató külön díjazásban nem részesül. 7-én a Civil Dió Fiatalok Diós Jenőért Egyesület 5. születésnapja alkalmából rendezett társadalmi munkára és Bográcsosra voltam hivatalos, nagyon kellemes körülmények között. Úgy láttam, hogy ezek a fiatalok tényleg összefognak, mint egy 15-20 fő volt, festettük a színpadot, amit ugye elnyertek pályázaton. Majd ezt követően egy portán sütöttek, bográcsost készítettek, én már ezen nem tudtam részt venni, de úgy gondoltam, hogy a magam részéről elmegyek és segítek nekik a színpad festésében. 5.-9.-én a szülőink munkaközösséget tájékoztattam az iskolában történt igazgató leváltásáról. 13-án meghívásomra Buzás Miklós főépítész jött el a Szentendrei Skanzenből, ugye a tájházzal kapcsolatban kértünk a vélemény, ugyanis a hátsó helységnek a padlózata felázott, a falak felázták. Eljött a főépítész úr, és megígérte, hogy e-mailen keresztül le fogja írni azt az eljárás rendet, amit nekünk alkalmazni kell, hogy oda új padlót rakhassunk le, és ezáltal a szellőzése a talajnak biztosított legyen, még ez az e-mail nem érkezett meg. 17-én a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság meghívására a Görlesz Viktor Szociális Intézet bejárásán vettem részt, ahol egy elképzelt éjszakai tűzesetet határoztak meg. Ennek kapcsán került bejárása a főépület pincétől a padlásig, feltárva minden lehetséges és szükséges beavatkozási pontot. Figyelembe véve minden ott található tárgyat, nyilászárót, egyéb körülményt és az ott lakók sajátos reakcióit is figyelembe véve a kimenekítésre való tekintettel. Délben ebéddel várta a vendégeket a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, majd a nap értékelése és a feladatok meghatározása következett. Számomra is, mint a település első számú embere a katasztrófavédelem szempontjából, aki amikor intézkedni kell, egy nagyon tanulságos és hasznos bejárás volt ez, ugyanis ilyen szempontból még nem ismertem meg a Görlesz Viktor Szociális Intézetet. Hát bizony nagyon sok olyan
kérdés merült fel, hogyha, ha ne adj Isten, ugye történne valami egy éjszaka az egyik hálószobában, tehát úgy volt meghatározva, hogy egyik hálószobában keletkezik a tűz, és ez felterjed az emeletre, és hogy hogyan avatkoznak be a helyi tűzoltók, ugye, mint elsődleges beavatkozók, milyen feladatok hárulnak rájuk, míg meg nem érkezik a segítség. Nem egyszerű dolog. Tehát nem egyszerű dolog, és az ott lakóknak a reakciói, tehát azok voltak érdekesek, hogy hogyan tudnak lereagálni, mert ugye itt egy áramtalanítástól kezdve, stb. Füst van, sötét van, bizony kellemetlen helyzetbe kerülnének a beavatkozók, úgyhogy egy érdekes nap volt. Aztán 19-én menetrendi egyeztetésen vettem részt a NÁV és a Nógrád Bolán, valamint az érintett települések polgármesterei között történt lakossági igényeknek figyelembevételével. Hát itt elmondtuk a Bolánnak minden település azokat a óhajokat, sóhajokat, meg természetesen a NÁV-nak is, amelyek érintik a település tömegközlekedését. Nagyon sok esetben elmondták, hogy itt az utasforgalom figyelembevételével tudnak, vagy nem tudnak segíteni a települések igényeiben. Most lesz egy menetrendi változás, ami több járat beléptetésével lesz kivitelezve. Ez valamilyen szinten azért javítani fogja, főleg Rétság irányába a közlekedésünket. 20-án, azaz ma voltam Salgótarjánban a Nógrád megyei önkormányzatok közútkezelő és környezetvédelmi non-profit Kft. Társulási ülésén. A napirendek a következők voltak: mérleg és közhasznúsági jelentés 2010 évről. Itt elmondták, hogy elég nagy a hiány, mintegy 19 millió forint, amely abból képződik, hogy az önkormányzatok 60%-a nem tudja fizetni a tagdíjat, és ez éves tartozás, tehát éven felüli tartozás. Sajnos tudjuk, hogy az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak, és itt elgondolkodásra készítette a társulást, hogy egy új struktúrát kell felállítani, mert az elmúlt évben az húzta ki a csávából, hogy vállalkozást tudtak végrehajtani, és így tudtak plusz forráshoz jutni, viszont ha meg vállalkozást hajt létre egy non-profit szervezet egy bizonyos százalékon túl, akkor az már a non-profitságról nem szól, tehát a közeljövőben lesz még egy társulási ülés, ahol először is azt megelőzően felszólítanak minden önkormányzatot, hogy a fizetési kötelezettségének tegyen eleget, mert lehetetlen helyzetbe hozza a közútkezelőt. Nem valószínű, hogy nagyon sok önkormányzattól be fogják tudni hajtani, ugyanis a napi számlák kifizetése is már nagyon sok településen probléma. A felügyelőbizottság jelentése a 2010 évről, hát ugye itt merült fel az, hogy körülbelül 40 önkormányzat tudott fizetni a 100-ból, ebből fakadóan már a béreket is nagyon nehezen tudják kifizetni a KFT-n belül, úgyhogy akár az is szóba jöhet, hogy újra kell gondolni, hogy szükség van-e vagy sem, de ha nem lesz, akkor az biztos, hogy az utas pályázatainkban például akkor teljesen magunkra leszünk hagyatkozva, nem fognak jönni a hidak ellenőrzésére, stb. Ahol mindig kapjuk a jelentéseket, hogy mely feladatokat kell végrehajtanunk a településen. Ugye ez a közútkezelőtől elvonatkoztatva, tehát ez nem a közútkezelő maga, hanem ez egy olyan társaság, ami az önkormányzatoknak a közutakkal való feladatát segíti elő. Ennyi volna a polgármesteri tevékenységem az elmúlt időszakra vonatkozóan. Kérdezem, tisztelt képviselőtestület tagjai, kérdése van-e valakinek? Amennyiben nincs, a beszámolót elfogadja. Ha igen, akkor kérem, partnerem se jelezzék. Egy tartózkodás is. Köszönöm szépen, és akkor most áttérnénk a második napirendi pontra. Egyebek következnek, és itt mindjárt a sportegyesület kérelme, melyet ugye minden tisztelt képviselő írásban is megkapott. Itt vannak a sportegyesület képviselői is a teremben, és
és hogy ebben a kérelemben elővezetik, hogy az által, illetve a részükre adott támogatás nem fedezi azt a keretet, amelyre szükségük volna, és ezért kérik a képviselőtestületet, hogy ezt a keretet a költségvetéséből próbálja megemelni, majdnem mint egy duplájára, ha a számokból jól veszem ki. Ugye itt felsorolnak nagyon sok olyan költséget, ami a működéshez szükséges, tehát a bírók, stb. Én úgy gondolom, hogy szívesen meghallgatnám az egyesület képviselőit, amennyiben az írásos anyaghoz hozzáfűzni valójuk van. Akkor kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy megadjuk el a szót a sportegyesület képviselőinek. Megadjuk akkor. Tisztelt képviselőtestület, üdvözlök önöket és köszönöm a lehetőséget. Először is sajnálatomat kell kifejeznem, hogy egyáltalán ide kerültük, hogy ide kellett jutnunk és kérnünk kell. De mint önökhöz is eljutottam ezt a feljegyzésemet, hogy egyértelműen és világosan kitűnik, hogy az költségvetés, az egyesületünk az utolsó három évben, de ott idézhettem volna többi általam vezényelt évet is, milyen éves költségvetéssel dolgozott, ami 1,8-1,9 millió éves költségvetést jelent. Jelen pillanatban olyan helyzetbe kerültünk, hogy az egyéb forrásaink beszűkültek, tehát a pályázati lehetőségeink beszűkültek, a támogatói lehetőségeink beszűkültek, és ezért abban mondjam azt, hogy most már veszélyes helyzetbe, pozícióba kerültünk, hogyha az önkormányzat nem tud anyagi támogatást nyújtani, akkor a sportegyesületnek a versenysportot a bajnokság befejeztével be kell szüntetni, mert nem tudja a következő évben felvállalni azokat a költségeket, amivel egyáltalán el tud indulni. Mint leírtam, jelen pillanatban az a 500 ezer forint áll rendelkezésünkre, ami most annyira ki van számolva, hogy az utolsó bajnoki mérkőzésekre már valószínűleg a saját zsebből került vagy a duszt fizetni, vagy a bírókat. Ez megoldott. Viszont a következő év, a nevezés és az azt követő egyéb ciribulik még nem csak azt a 750 000 forintot, amit oda leírtam, kell, hogy tartalmazzák, hanem megjelent tegnap az MLS közvénye, ami egy kicsit emeli ezt a srófot. Az azt jelenti, hogy most a nevezéshez, ami július 11-e határidőt jelent, be kell fizetni a bírói díj negyed részét előre, mert ez is a nevezési díj. Tehát amit majd a bírók, mert a MLS fogja központi keretből vagy központi ügységből fizetni a bírói díjakat, és ezeket az egyesületeknek előre be kell fizetni, mert abból a keretből fizetik. Most van rá egy ígérvény, ami oda van írva, hogy valószínűleg a bírói díjak 50%-át majd az MLS el fogja engedni, vagy ki fogja fizetni, viszont az indulás feltétele mindenképpen az, hogy az első negyed részét meg kell fizetni. Ha azt számolom, hogy idén csak, tehát 2011-ben 15 mérkőzésünk lesz a második, tehát a 2011-12-egy bajnoki évben és idén, tehát 2011-ben, akkor a hazai mérkőzésen 6 vagy 5, teljesen mindegy, ezzel 3-4 darab mérkőzést kell itthoni bíró, tehát a bírókat kifizetni, és mérkőzésünket 28-30 ezer forintot fizetünk a bírók közreműködésére. Ez attól függ, hogy milyen messziről küldik őket, mert egyszer áll a bírói díjból magából a költségből, és áll egyszer a utaztatási, tehát a gépkocsi költségről, amiről ők ugye számlát vagy jegyzéket adnak, tehát hivatalos abszolút. Most eddig ezt úgy, tehát ez még az általam felvázolt költségeket még megnöveli egy 100 ezer forint nagyságrenden. Plusz még be kell terjeszteni egy 30 napnál nem régebbi az induláshoz tulajdoni lapot a sportpályáról. Ami eddig még nem volt, most ezt is be kell nyújtani. Tehát ez is még további költségeket növel. Tehát abban az esetben, hogyha mi nevezni akarunk, akkor körülbelül ez a minimálisan plusz még 750 ezer forint kell ahhoz, hogy december 31-ig a sportegyőrös működni tudjon. Na most miért kérem az önkormányzattól? Azért, mert az eddigi pályázati forrásaink
amik a legnagyobb része az SZ-tól volt, tehát a, vagy a Nemzeti Civil Alaptól, eddig beszűkültek. Hiába mondják azt, hogy nem, sajnos igen, mert eddig az elszámolási alap az SZ-nál nyert pályázatoknál és a civil alaptól nyert pályázatoknál június 1 és május 31-e elszámolási évet tartalmazott. A mostani kiírásban július 1 és szeptember 31-e közötti időszakra lehet elszámolni, tehát lehet pályázatot benyújtani és költséget elszámolni. Tehát ez az az időszak, ami gyakorlatilag, hogy mondjam, nem tudjuk tervezni, a bírói költségek nem akkor merülnek fel, viszont a tagdíjakat, meg az ilyen, tehát a megyei labdarúgó szövetség tagdíját és a nevezési díjakat nem lehet ebbe ez irányba elszámolni, a sportolós díjakat nem tudjuk elszámolni, tehát a bírói díjakat és az utaztatási költségeket tudtuk, tehát amit az ifjú csapatot vittünk busszal, ezeket tudtuk a Nemzeti Civil Alap felé elszámolni. Most ebben az időszakban gyakorlatilag egy hónap van rendelkezésre, aminek a költségeit el tudjuk számolni, ami ha nyerünk is, akkor is nem lesz több 100-150 ezer forintnál. Tehát nem számíthatunk többet. Pályázatban megjelölt cél az 501 néhány ezer forintot pályáztunk meg, de emberi erővel egy kis sundámbundám nélkül elszámolni 101 néhány ezer forintról többet nem lehet. Tehát visszatérve. Gyakorlatilag azt akarjuk, hogy a Diósjelen ez a versenysport megmaradjon. És most miért mondom, hogy megmaradjon? Azért, mert a versenysport nem abból áll, amit itt mindenki lát, hogy van egy ifjúsági csapatunk és egy felnőtt csapatunk, és 11-11 játékos rúgja a labdát. A versenysport az azt jelenti, hogy ennek a Diósjelen Egyesületnek vannak nulla évestől egészen felfelé korosztályos csapatai, akiket Józsa Csaba treníroz. Ezek mind Diósjenőr Egyesületnek a sportolói. És a jelenlegi rendszerben csak úgy indulhatnak bármilyen kis bajnokságon, hogyha igazolt játékosai a Diósjenőr Sportegyesületnek. Tehát abban az esetben, hogyha Diósjenőr Sportegyesület költséghiány miatt beszüntette a működését, akkor ezeknek a gyerekeknek is megszűnik a lehetőségük. Sajnos ez így működik. Ha úgy összeszámolgatom az egészet, a verseny lehetőségéről beszélünk, mert egymás között rúghatják a labdát, nem először a történet. Viszont a trénerük ebből a rendszerből kapja azokat a, hogy mondjam, támogatásokat és juttatásokat, ha nem is közvetlenül az Egyesülettől, de az Egyesületen keresztül, amikor fent tudja tartani és működtetni tudja ezt az egész rendszer. Tehát ha kiesik belőle az Egyesület, akkor megszakad egy lánc. Másik az, hogy ez az Egyesület, ha így összeszámom az igazolt játékosokat, az körülbelül 100-120-125 igazolt játékossal rendelkezik, a törpétől a idősekig. Most ezen kívül, az igazolt játékosokon kívül rendelkezik még, akik nem versenyszerűen és nem igazolással játszanak a női csapattal, rendelkezik még a pingpongosokkal, és rendelkezik még öreg fiúkkal is. Tehát ha azt nézem, akkor egy körülbelül ilyen 150 és 200 főt mozgat meg ez a sportegyesület. Amennyiben befejezem működését, akkor végig kell gondolni, hogy mi lesz ezzel a pár emberkével. Választhatnak. Mehetnek a kocsmában, mehetnek bandázni, mehetnek a jobb képességek, vagy jobb elképzelések esetleg átmennek a szomszéd településekre, hogyha van lehetőség is, ott választanak sportolási lehetőséget. De kérdem, miért kellene ezt nekünk megengedni? Szerintem a községnek is, önöknek is az lenne az érdeke, úgy, mint nekünk is, hogy itt tartsuk a fiatalokat, hogy itt dolgozzanak, hogy itt érezzék jól magukat, és ide kötődjenek. Ha ide kötődnek, akkor van ennek a községnek jövője, ha nem tudjuk ide kötni őket, akkor ez a község olyan lesz, mint Dunakeszi, egy alvóváros, kiállnak aludni és viszont látásra roppant. Hogy mondjam, ez nem fenyegetés, ez csak egy részemről egy tény megállapítás volt. Tehát mindenképpen kérném önöket, hogy gondolják át ennek fényében, és gondolom, hogy ez egy komoly döntés,
lehet, hogy idő is kell az anemet azonnal dönteni. Tehát én ezt nem is kérem, hogy most azonnal döntsünk róla. Csak sürget az idő, mert jövő hónap közepén, tehát egy hónap múlva véget ér a bajnokság, az igazolt játékosok szélnek mennek, és ha ezek az igazolt játékosok szélnek mennek, akkor itt nem biztos, és megkeresik a saját, akik még futballozni akarnak, vagy játszani, sportolni akarnak, megkeresik a másik területeken a különböző sportegyesületek, átigazolnak, akkor itt már többen nem lesz egyesület, hiába lesz még pénz is, mert nem tudunk összeszedni annyi épkézlát embert, akivel ellent ezt indítani újra. Tehát gyakorlatilag egy hónapon belül el kell azt dönteni, hogy hogyan tovább. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy pénzbe kerül, de mi is csak a végső kétségbeesésre fordultunk ide. Tehát azt is el kell mondanom, önök valószínűleg hogy tudják, vagy tudjátok, hogy volt ennek a sportegyesületnek valamikori költségvetése, nem most, nem 3 éve, nem 5 éve, 1,7-1,8 millió forint, volt fizetett gondok, tehát az önkormányzat tartott el, és pályakarbantartója, stb. Ami jelen pillanatban az önkormányzati támogatása létesítmény átadásával, az infrastruktúrális költségeknek a finanszírozásával és a évi 500.000 forintos támogatásban merül ki. Na, hangsúlyozom azt, hogy mondom, ha látták és láttátok azt a költségvetést, amit benyújtottam, fénymásolatokban olyan 1,8 milliós éves költségek szerepeltek. Ehhez képest azt hiszem, hogy elenyésző volt az 500.000 forint, és ezek csak a működési költségek, tehát nem az infrastruktúrális, tehát nem a víz, gáz, energia, stb., hanem ez csak az, hogy ez az egyesület úgy tudjon működni, hogy felszínen maradjon. Ahhoz, hogy felszínen maradjon, tehát ennyi pénzeszköznek kell, hogy a rendelkezésünkre áll. És az is sajnos, vagy az is, hogy most az új sport irányelvek, vagy új törvények, rendelkezések szerint most induláshoz kell 500.000 forint. Mert még hozzájött az, ami a nevezési díjak, sportolvosi díjakon kívül, hogy be kell fizetni az ezért hazai mérkőzéseknek a bírói díját is, amire nem is gondoltuk volna, tehát előre. Mert az is a nevezés feltétele. Tehát egyszerűen itt állunk pénz nélkül, és azt is kell mondani, hogy lehet, hogy bele lehet kötni az egyesület munkájába. Lehet, hogy nem mi vagyunk a szentgrál őrzői. Valószínű, de hát itt mindenki hús és vérből van. Lehet, hogy nem a legjobb és legmagasabb képességi, vagy éppen a legjobb modogó emberek irányítják ezt a sportegyesületet. Viszont azt el kell mindenképpen ismerni mindenkinek, hogyha ezek az emberek, itt csak a jelenlőket fogom megemlíteni, képviselő Dani, Endre, Vita, mindenki, akik itt vagyunk, nem önzetlenül, és nem hogy csak saját időnket, hanem saját pénzt javaslatot nem sajnálunk. Nem csinálnak ezt az egészet, akkor valószínűleg nem működne az egész. És megint azt kell mondanom, hogy sajnálatos dolog az, hogy hirdetés útján sehol nem tudunk egy gondnokot még pénzért se fölvenni, nem tudjuk a pályát úgy karbantartani, hogy kellene. A pályáról is beszéljek, tehát az infrastruktúrának az egyik legnagyobb hátulütője a pálya, vagyis a játéktér. A játéktér jelen pillanatban olyan helyzetbe keveredett, hogyha kint az aszfalton játszanánk, akkor talán jobb volna. Mert ez csak a, hogy hívják, szabadságút rosszabb ettől a felület, mint a pályáé. Tehát életveszélyes. Ha bárki oda kijön és megnézi, azon megpróbál végigszaladni, ott ízületi egyéb problémák, bokasz, szalagszakadású, bármi előfordulhat. Nem csak azért, mert egyenetlen, hanem mivel ennek a pályának az alja az kő, rajta vagy 20 centi föld, és erre, az esővíz, mint olyan, kevés. Tehát egyáltalán, hogy itt 3 napig süt a nap, a rajta lévő fű minden igyekezet ellenére kiszárad. Ezt meg lehet oldani, mert egyszer bebizonyítottuk, csak sajnos sokkal került, hogy locsoltunk, és akkor csodálatos játékteret tudtunk kialakítani egy 3-4 hétre. Tehát azt jelenti, hogy minden este locsolni kellett.
és ez kegyetlen költségbe került, az a 3-4 hét, az egy, Jani tudja, egy 400 000 forintos nagyságrendet tett ki. Tehát gyakorlatilag az, hogy ez a pálya játékra alkalmas legyen, ahhoz nekünk meg kell oldani az öntözést. Az öntözést pedig csak egyféleképpen tudjuk megoldani, ha fúrunk egy kutat, egy legalább egy 60 méteres kutat. Mert próbálkoztunk azzal, hogy van ott egy ásott kút, ilyen kis gyűrűs kút, a tűz, önkéntes tűzoltók jöttek, segítettek, hogy majd meglocsolják, egy szippantásra elég volt, és utána 20 percig várni kellett, hogy megint tudjanak egyet szippantani. Próbáltunk alul is, az se jött össze. Tehát egyszerűen nincs annyi víz, amivel így meg tudnánk. Tűzcsapokat elzárták, tehát nem tudjuk egy tűzoltógyakorlat címszóval se locsolni a pályát, tehát nincs lehetőségük. És ezt mondom olyan, hogy a szabadságút ehhez képest stráda. Tehát életveszélyes. Mindenképpen meg kell oldani a kutat. Másodjára a öltöző épület katasztrofális. Nem csak azt, hogy a plafon leszakott, hogy az ajtón ablakon fütyül a szél, hanem az is, hogy a vízellátórendszer, a fűtésrendszer, a meleg vízellátórendszer, 3 percen belül, most idézőjelben teszem, bármelyik pillanatban beadhatja a kulcsot. Ez akkor is megtörténik, hogyha itt nem fog egyesület működni, és az önkormányzat alkalmanként akarja majd használni, egyszer oda megy és elöntötte az egészet, hogy nem indul az egész, mert lerohadt. Tehát mindenképpen ezt hosszabb távon, most a hosszabb távon én nem a 10 évet értem, hanem 1 évet, a jövő évi költségvetést, szeretném, hogy a képviselőtestet abban gondolkodom, hogy legalább a jövő évi költségvetésben valamilyen mértékben öltöző infrastruktúrális felújítását is beállítaná a költségvetésbe, mint elengedhetetlen szükséges, vagy elengedhetetlen szükséges oszt. De ahhoz, hogy visszatérve a gondolatom elejére és az okfejtésem elejére, hogy ez a pár ember, az a 150-200 ember és a családtagja, és arról nem is beszél meg a többi, egyáltalán itt maradjon, és kötődjön ehhez a településhez, szerintem az önkormányzatnak mindennek kell tenni, hogy ez olyan körülményeket biztosítson, hogy érdemes legyen és szabad legyen itt élni. Tudom, hogy vannak önök közül olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell ide versenysport, mert minek. De egészséges versengés nélkül, ahol nem mérettetik meg egymást az emberek, ahol nem tudják egymás, hogy mondjam, egymás iránti fölényüket vagy valamit kifejezni, akkor jön a másik fölény kifejezés, a kocsmába ki tud nagyobbat ütni. Nem tudom, hogy melyik a jobb, melyik verseny jobb, egészségesebb. Megfokoznak az utcán, mert ott bizonyítom, hogy milyen erős vagyok, vagy elmegyek és focizok, és én rúgom a gólt, vagy én szaladok a legtöbbet, vagy esetleg én viszem a hátamon az egész mérkőzést. Ez az egyik. Tehát ezt is végig kell gondolni. Már még egy, és utána be is fejezem, mert tudnék én azért erről beszélni reggelig, ha muszáj, de fölmerül az a kérdés, hogy ajjaj, de minek csináljuk ezt, mert nem csak jeneiek futballoznak itt. Igaz. De elég szégyen, mondjam azt a Diós Jenőre az, hogy mikor elindulunk, vagyunk 30-an, mikor végére érünk, már nem tudunk kiállítani egy csapatot. Csak úgy tudunk kiállítani, hogy azok az úgynevezett idegenek, akik nem pénzért, nem költségtérítésért, hanem azért jönnek ide, mert szeretnek futballozni, a településük, vagy adott esetben Rédság, Nógrád, stb. Eljönnek saját költségen, itt futballoznak. Igaz, hogy annyit rájuk fordítunk, hogy fűtünk rá, hogyha tél van a öltözőbe, használja a meleg vizet, és még a szerelést is megkapja. De ezt megkapja az összes többit. Tehát az véleményem szerint nem kifogás, hogy miért nem csak jenejek futballoznak ott. Tehát azért, mert Diós Jenő 3000 fős községben nem tudunk olyan stabil létszámot kiállítani, ami egy év múlva megint ott lesz. Következő idényben nyártól megint leszünk 30-an az első csapatban, de a végén már megint alig leszünk 11-en. De azt kell mondanom, hogy akkor is meg kell csinálni, és azon áron is meg kell tartani ezt a csapatot, mert csak így tudunk közösséget építeni, így tudunk egy Diós Jenőt fölépíteni, megtartani, és ha nem, hogy mondjam, nem lesz közösség,
akkor szerintem Diós Jánosa lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát, néhány gondolat erejéig. Ugye az öltöző állapota. Nekünk nincs más lehetőségünk, csak pályázat. Ha ebben előre akarunk lépni, akkor csak pályázat. Ebben léptünk, tehát megtettük ezt korábban is, akkor nem volt eredmény, most is megvan téve, be van pályázva az öltöző felújítására, ezt közmeghallgatáson elmondtam, hogy eredményes lesz-e vagy sem a pályázat, ezt még egyelőre nem tudjuk. Fűnyírás. A fűnyírást még egyelőre az önkormányzat viseli. Azt tudjuk, hogy a fűnyíró, önjáró fűnyíró, az használhatatlan, tehát az ki lehet a lelkét, az nektek pontosabban kell tudni, hogy hány éves. Jelen pillanatban a költségvetésünkben nincs beállítva egyenes ágon ilyen, majd ha a pályázatok keretében tudunk beállítani ilyen dolgot, akkor nyilván feltett szándékunk, hogy legyen hasonló, de ha a fűtéskorszerűsítéshez megnyerjük a pályázatot és az a traktor elnyerésre kerül, akkor ott már megoldott lesz reményeim szerint a jövőre nézve ez a probléma. De ez megint ugye ott van egy feltételes mód. Aztán ugye azért nem vagyunk könnyű helyzetben, mint önkormányzat, mert kérések valahol jogosak. De ugyanakkor most fennáll egy bizonytalanság. A kormány feltett szándéka, hogy ugye a költségvetést helyreállítja. És gondolom hallottátok az új önkormányzati törvény előkészítése során, hogy mit határoz meg a kormány. Elsődlegesen csak abból a pénzből lehet támogatni az önként vállalt feladatokat, ami a saját bevétel. Nem tudni, hogy a finanszírozásunk, illetve a költségvetésünknek hányadát fogja a kormány felvállalni. Akár az iskola tekintetében, akár más tekintetben. Azt sem tudjuk még pontosan, hogy a költségvetésben mekkora összeget fog kitenni az, amit az önként vállalt feladatokra fogunk tudni fordítani. Ezek nagyon nehéz dolgok. Én azt javaslom, hogy most erről vitát nem fog nyitni a képviselőtestület. Ha nyit, akkor is majd csak zárt ülés keretében fogjuk ezt megtárgyalni, mert ez biztos, hogy most adhok módon ezt eldönteni nem lehet, mert ugye ez megint a költségvetést érintő téma. De egy dologról biztosítalak benneteket, hogy időben meg fogjátok kapni a tájékoztatást, hogy a képviselőtestület talált-e forrást, ha igen, mennyit, mert vagy egyáltalán azt, hogy más alternatívába kell gondolkodni, vagy sem a sportot tekintve. Igen, tudjuk, hogy az aszkali tenisz szakosztály elég nagy létszámot ölel fel. A lányaink azért a női fociban eredményesek, ügyesek és szükséges. Tehát mind belátjuk, hogy szükséges, csak minket egy bizonyos anyagi határ behatárol. Tehát nem biztos, hogy olyan kedvező döntéseket fogunk tudni hozni, amire most mondjuk itt számítotok. De megkeressük, vagy illetve próbáljuk megkeresni majd azt a forrást, amivel esetleg segíteni tudunk. De persze át kell gondolni azt is, most ugye úgy tudom, megyei másodosztály? Igen. Hogy versenysport, megyei másodosztály. Én laikus vagyok, tehát meg lehet engem ezért kövezni, vagy esetleg nekem meg is lehet magyarázni, hogy miért fontos ez. Ha ez annyira költséges járás, mi van ezzel, vagy muszáj-e nekünk a megyei másodosztályba? Tehát én erre például szeretnék. Ezt hogyha megengedem, majd erre én válaszol. Jó, köszönöm szépen. Tehát bennem felmerülnek ilyen kérdések is. És nyilván ugye, hogyha már spórolásról van szó természetesen, igen, én a civil szervezetektől is elvárom, hogy valahol legyenek partnerek az önkormányzatnak. Tehát mi a magunk részéről azért egy elég nagy áldozatot vállalunk fel, hogyha összességében nézzük ezt a 500 ezer forintot, plusz ugye azokat a pénzeszközöket, amelyet a működésre fordítunk. Tehát nem kevés. De én úgy gondolom, hogy minden téren, ha csak lehet, spórolni kell, és megmutatni a gyerekek, azok is. Szíves, a pályázat, amit az öltözőre, 20 millió forint.
összegben kíván, vagy nyújtottunk be pályázatot, természetesen ez még nem egy elnyert, egy beadott pályázat. Ha sikerülne, akkor egy komoly fejlesztésen megy keresztül az öltöző. Úgyhogy, és erről a pályázatról, már mint az elbírálásról a közeljövőben érdeklődést is tudunk, hogy pozitív vagy negatív módon döntöttek, akkor Endre. Én csak annyiból szeretnék, és én is köszönöm, hogy hozzászólhatok erről az egész dologhoz. Én abból szeretnék ebben, hogy szükséges ez a megye másodosztály, vagy nem. Ez az alsó, ez az olyan osztály, ahol valahol még egy minőséget tudunk biztosítani. Ha már egyen lejjebb megyünk, az már nem is labdarúgás. Én annak vagyok az elnöke, 12 csapatnak vagyok, a megye harmadosztálynak az elnöke vagyok, és ez Rétságon történik. Tehát én tudom, hogy mi megy végre, és hogy milyen labdarúgáson, az semmi. Itt van nálam egy csomó igazolás, amit meg tudnám mutatni és oda tudom adni, hogy milyen játékosok és kik vannak itt. Ezek mind diósjenegyek. A felnőttekben igenis vannak. Idősebbekben, hát egy-két játékos Rétságról, Nógrádról. De ez elkerülhetetlen, hogy ne legyen. Mert diósjenőből a felnőtt csapatban nem tudunk annyi embert összeszedni, aki focizni tudna. Hát a Monostori 53 éves, ő a legidősebb közöttünk, ő még vállalja, hogy eljön nekünk focizni, de azon kívül hát itt is fiatalítani kell. És hogyha bemegyünk a megye harmadosztályba, akkor megszűnik az összes fiatal. Tehát nincs fiatal, mert azokat volna nem kell. Ott nincs az, hogy ifjúsági, serdülő, ott nincsen semmi, sőt, ott nem kötelező ez a úgynevezett nupi most majd Bozsik program lesz, ami régen is az volt, és ez, ha ez már ilyen visszafejül fajulunk, akkor itt diósjenő nem lesz labdarúgás. Az olyan biztos, mert már nem egy se, nem kettő, ugye elment itt a hírek, hogy nincsen pénz, és nem tudunk tovább jutni, akkor itt már az emberek kezdenek elkorszálni és menni úgy diósjenő, mint a idegen légiósok, és ugyanúgy az ifjúi mindenütt átkarokkal várják ezt a diósjenői játékosokat, mert ezek most jelen pillanatban egyedül vagyok csak, de a Filip Dani is volt ott edző, és ő is segített az ifjú munkáját, meg ugye a József Csaba nem beszélve arról, hogy ő meg a kicsiket, tehát onnan az óvodásoktól kezdve egészen 13 éves korig ő ott rengeteg gyereket fejleszt ki, és tehetséges labdarúgóink vannak. Ezt kell mondani, és ezt nem szabad hagyni. Ha ebben gondolkodunk, akkor nem szabad gondolkodni, akkor bele kell majdnem mondani úgy, hogy kakén az egészbe, és be kell fejezni itt a labdarúgást, ami már egyszer volt, és akkor tudjuk azt, hogy milyen körülmények között tudtak újra visszakerülni a diósjenőiek a megye másodosztályba, ezt meg kell tartani, ezt az osztályt. Ettől följebb már nem, mert azért ott már 3 milliókról kell beszélni, 3,5 millióról, ami egy működéshez kell. Sajnos az a baj, és ez biztos, hogy mindenütt az a probléma, hogy amit itt is most mondott az elnökünk, hogy az MLS-nek a határozata nem igazán egyértelmű, és nem igazán segíti az egyesületeket. És itt nem tudunk más, csak szponzorok után szaladgálni, és az önkormányzatra támaszkodni. Vagy a saját zsebünkre, ami még egyelőre még működik, de már nem igazán fog sokáig működni. Sőt, ezek az utolsó időszakokban a vizet, a síros kenyeret, vagy ilyesmit, amit úgy a lányok és a elnök úr, meg a Filip Dani segítségével, meg hát magamat sem akarom kiadni ebből, mert én is elég sokat teszek ezért az egyesületért, ha bár más emberek szemében nem igazán, de én biztos vagyok, hogy azok, akiknek érdekli ez a dolog, az tudomásul vesz és tudja, hogy amit csak lehet, mindent megteszünk így. Hát van négyen ezért az egyesületén. Én is azt kérem a tisztelt elnök urakat és a polgármester urakat és a képviselő urakat, hogy és hölgyet, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy diósjenőn továbbra is labdarúgók legyenek. És tegyenek meg mindent azért, hogy ezek a kis gyerekek, ezek az óvodások jöjjünk ki oda, mert a polgármester helyettesül az egy nem egyszer, se nem kétszer kint van és megnézi, hogy mi van ott. Hát az egy ragyogó dolog, ami ott van. Hát azt nem tudom elképzelni, hogy az emberek ennek nem tudnak örülni. Tehát ez tényleg és tény és való, hogyha ezt mi megszüntetjük diósjenőn, nem beszél arról, hogy egy olyan
reklámozata van ennek, hogy, hogy az nem is igaz, mert amerre csak megyünk Széchenyi bármerre, ott azért ott van, hogy gyilkos Jenő. Tehát azért ezért visszük mindenhová is, és tényleg ott van az egész dolog. Erkölcsileg is, meg mindenféleképpen megfelelünk. Utóbbi időben vannak egy-két problémák, de ez mind befolyásolja azt, hogy ami a működés zökkenős, és így a játék is a csapatnál. De azért attól függetlenül a ifink az ötödik helyen van, a felnőttünk hatodik helyen van, szóval azért a célkitűzéseket mindig teljesítjük, és végre is adjuk, amit kérnek tőlünk. Az öltöző, meg az egyéb ilyen vizes blokkok, meg ezeknek nagyon örülök, hogy hallottam ezt a 20 millió forintot, mert az egy borzasztó katasztrófa. Hát most az idő elvetéve, de én bízok abban, hogy itt ülnek olyan emberek, akik megtesznek mindent, hogy ezt meg is tudják szerezni, és megkapjuk, és megkapja a Diósjenő Sportegyesület is, és abból már lehet spórolni is, nem biztos, hogy mindegyiket rá kell arra az épületre, mert ugye vannak azért itt saját embereink is, akik kőművesek, festők, egyéb ilyen dolgok, amivel meg lehet spórolni ezeket a dolgokat, de ezeket önök biztos jobban értenek, és tudják is, hogy hogy és mint van. De ez kell, ez szükséges. És én azért mondom, polgármester úr, hogy ebben nem is szabad gondolkodni, hogy járás, mert akkor itt csak összeomlás van. Tehát laikusként, ez egyértelmű, hogy na igen, a laikusnak, vagy sok olyan embernek, aki talán a pálya környékén nem is nagyon volt, most örültem, hogy ugye volt ez a összejövetel itt, és ott láttam focizni mindegyik idősebb embereket, hölgyeket, kihívták, és elég jó teljesítettek, úgyhogy azért ők közöttük is van jó fotbalista, úgyhogy legközelebb már majd jelentkezhetnek, és fényképet hozzák, és leigazoljuk. Amit az elnök úrnak itt az előbbi beszámolóban még én azért hozzátenném, hogy amit ő itt felvázolt, ez töredéke az, ami egy egyesülethez szükséges. Mert itt ezért azt elmondom, hogy én elmegyek máshová, és ott egy szendvicset kap egy játékos, egy ifista. Mert ugye azért elmegyünk 9 órakor, és hogyha nincs olyan busz, ami azonnal visszahozza őket, akkor délután jön haza majd. Mikor a felnőtt is lejátszottam a mérkőzést, és addig azért valamit inni kellene, enni kellene, mert azért 13 éves, 14 éves, mert ifjúban csak 14 évesek játszanak. 14 éves gyerekek vannak, és ezt mi nem tudjuk megadni nekik. Szóval sok olyan dolog van, ami még ezen felül is ugye, tehát szükséges volna. És ezeket azért ugye nem tesszük bele, meg nem próbáljuk terhelni önöket ezzel, mert megpróbáljuk saját zsebből megoldani, ha amikor tudjuk, nem mindig tudjuk. A víz az biztosítva van, ez tény és való, mert azért az minden egyes mérkőzésnél azért az van, hogy nem kelljen ezt a csapi vizet inni, hanem egy ilyen kristályvizet, vagy szódavizet, vagy egyébként. Talán én még egyszer is nem akarnám húzni az időket, hogy mindenkinek az idő az pénz, és az meg a legkevesebb, ami van nekünk, hogy én nagyon szépen kérek mindenkit, és minden félretéve, hogy próbáljunk összefogni, és megoldani, hogy hogyan tovább, és hogy ez tovább menjen, mert ha nem tudjuk megteremteni rá pénzt, akkor itt már az elnökünk megmondta, hogy egy perc is értünk, és az már biztos, hogy itt mindenki tükön van, hogy most mi lesz, és ha itt befejeződik a bajnokság, azonnal már most kérdezik, de akkor biztos kérdezni fogják, hogy akkor hogyan lesz rá pénz, tudunk-e tovább menni, be tudjuk ezeket a pénzeket fizetni. Mert ez nagyon gusztustalan, hogy az MLS így próbálkozik. Ugye a Csányi, amit most megígért, az abból egyáltalán semmi nincs még. Én tudom, mert értekezleteken veszek részt, és ott sehol meg nem mondják azt, hogy mi lesz. Tehát mindenki csak topog, majd igen, lesz, de semmi. Tehát magunkra vagyunk hagyatkozva, és ha mi nem fogunk össze, akkor itt tényleg nem lesz semmi. De azért kérem azokat, akik így pályázatai úton is jobban oda tudnak férni, és jobban rálátásuk, hogy segítsenek ebbe nekünk, hogy tudjuk, hogy lehessen pénzhez jutni, mert mink ilyen szerény kis paraszt észre, ahogy a Győző az előfogalmazott, gondolkodunk, és azért nem biztos, hogy mikor oda tudunk jutni ezekhez a dolgokhoz, ahol jobban oda lehet jutni. Köszönöm a meghallgatást! Köszönöm, még annyit
szeretnék elmondani, hogy azért egy kicsit nyomatékosabbá tegyem azt, hogy nem vagyunk egyszerű helyzetben. Itt a közmeghallgatáson elhangzott a költségvetésről egy tájékoztatás, ami ebbe az évbe mínusz 70 millió forintot. Most ebben benne vannak a fejlesztések, tehát ez egy globál és egy ilyen tervezett költségvetés. Tehát azért azt tudni kell, hogy nem egyszerű dolog ebből az összegből akár 500 ezeret is megtalálni, de azon leszünk, és még egyszer hangsúlyozom, ezt most nem fogja vitatni a képviselőtestület, ezt a kérést egy később időpontban, zárkózés keretén belül fogjuk megbeszélni, az önkormányzat vagyonával történő rendelkezésről van szó. Jó? Kérdezem, tisztelt képviselőtestület, kérdés. Én még szeretnék hozzászólni, meg az átlókulésen kívül, hiszen aktív tagja vagyok ennek a sportegyesületnek, és most, mint képviselő, próbálom egy picit másképp látni ezt a dolgot. Ugyanakkor próbáltam nem túl erősen, hogy így kifejezem magam, lobbizni a sportegyesület érdekében, pont azért, hogy ne értelmezzék félre, hiszen alig várják sokan, ez ugyanaz, mint az állatolási téma az erő. Most viszont nem tudok még állni, és akkor nem fogom ismételni magam, hanem ugyanezeket a tényeket egy picit más megvilágításban mondanám el. Miért szükséges a megye 2? A mostani kormánynak kitűzött célja a sportnak a támogatása. Többek között a csapat sportnak a támogatása. 5 olyan sport ágazat van, amelyek kivételesen és nagyon nagy támogatásban fognak részesülni. A labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, póló és azt hiszem, hogy hoki. Igen, a jégkorú. Ennek érdekében, itt a rendrétet, tehát nem úgy számforom, hanem ennek mondok, a kormány már tett. Tehát már ki voltak osztva egy első fázisban pénzek és nagy pénzek, több száz millió forintok, első lépésben a foci akadémiáknak, és azután pedig második lépésben a úgymond kiemelt utánpótlás képzőbázisoknak, többek között a Vácnak is. Na most egy példát tudok mondani, hogyha a Honvéd Akadémia Kupa Akadémia kapott 200 millió forintot, a Váci Város Labdarúgó Sportegyesület kapott 27 millió forintot. Hiszen ők úgy határozták el emelés szinten, hogy ezek kiemelt utánpótlási bázisok. Miért mondom ezt? Az egész sporttámogatási politika a kormánynak az az utánpótlásra van kiélezve. Az azt jelenti, hogy az összes olyan pénzt vagy pénzhez jutási lehetőséget feltételezni fogják az utánpótlás tevékenységhez. Tehát akinek magyarul lesz utánpótlása, az kap pénzt. Akinek nem lesz utánpótlása, az nem fog kapni pénzt. Megye 3-ba nem kötelező, tehát az MLS és a megyei szövetség kiírása szerint nem kötelező utánpótlást szerepeltetni. Megye 2-be az az első olyan osztály, ahol az ifi csapat kötelező. Azért én azt mondom, hogy hosszú távon mindenképpen ezt az utánpótlást, vagy ezt a versenyeztetési formát, ezt így meg kell tartani. Sajnos most eljutott oda az egyesület, hogy most egyszerűen nem tudja kifizetni a jelentkezését, a jövő évi jelentkezését, a bajnokságban való jelentkezését. Nagyon sok reményünk fűződik ahhoz, hogy, és most már konkrétan állítólag szeptemberben, az őszi időszakban lesz megvitatva az új sporttörvény. Az új sporttörvény azt mondja, hogy a cégeknek a jövedelem adóját, amit az államnak fizetnek, abból a 70%-át befizethetik az állam helyett azoknak ez az 5 ágazatból megnevezett sportegyesületeknek, amelyeknek van bizonyítottan
versenyeztetve, tehát azt jelenti, hogy valamilyen szövetség által szervezett bajnokságban résztvevő csapatuk, mert akkor így kaphatnak pénzt, így hozzájuthatnak szponzori pénzekhez. A Diósjenő Sport Egyesületnek sajnos nincsen rendszeres bevételi forrása. Nincs. Ami bevételi forrása van, az 1%-os, az 100-valamennyi ezer, azt hiszem, hogy a tavaly volt majdnem 200 ezer, és ez a sportvár. Azon kívül ilyen szinten, megyei szinten nagyon, de nagyon nehéz mostani törvények szerint szponzorokat ide csábítani, hiszen egy cégnek most nem igazán, tehát egyszerűen neki nem térül meg. Tehát nem éri meg, senkinek nem éri meg azt, hogy most mit tudom én a Diósjenő csapatán ráérjük a cégnél, hogy bármi. Tehát nem éri meg. Jövőben viszont meg fogja érni. A jövő az azt jelenti, hogy én olvastam és figyelem ezt a témát nagyon, ez azt jelenti, hogy jövő év. Tehát, hogyha ez a törvény el lesz fogadva, és azok arra utalnak a jelenek, hogy igenis ez a törvény el lesz fogadva, ez az adózási, meg az új sporttörvény, akkor azt jelenti, hogy a jövő évi adózásból már visszajuthatnak pénzek az egyesületeknek. De akkor, hogyha most nem tartjuk életbe ezt az egyesületet, akkor már késő lesz, hiszen már nem tudsz lehívni ilyen pénzeket, hogyha nincsen utánpótlásod. Egyrészt. Másrészt pedig nagyon sok pályázat, és itt Marci alá tudja támasztani, hiszen ő készíti a pályázatokat. Nagyon sok pályázat, én azt mondom, hogy majdnem mind, de én tudomásommal sok, azt követeli, tehát a feltétele az, hogy bajnokságban szerepeljen, vagy valahol a sportegyesület szerepeltesse a versenyeztesse szervezett kereteken belül. Tehát nem csak a sporttörvény, hanem a pályázatoktól is elmúlik. Innentől, és tényleg így van, innentől felállni, tehát most már nem csak azon fog múlni, hogy össze kell toborozni, te mit tudom én, 20-30 vagy hány ember Diósjenő jövőre, vagy két év múlva, hanem azon fog állni, hogy egyszerűen szinte lehetetlen lesz azt a jogi alapot meg újra teremteni, amivel le tudsz hívni pénzeket. Értem. Jó. Köszönöm. Másnak van valami kérdése. Akkor mi ezen a kérdéskörön egyelőre túllépünk, zárt ügyés keretében fogjuk tárgyalni majd a sportegyesület kérelmét a továbbiakban. Jó, és akkor az egyebek napirendi pontban tudnak érni a általános iskola oktatási kérdésére. Ugye a etályban minden képviselőtestület megkapta az értesítést a rendkívüli felvételi eljárás mellőzéséről, ugye a 9. osztályt tekintve. Paulinyi János igazgató helyettes küldte meg a tisztelt képviselőtestületnek, és mindjárt szót is kér. Például a tisztelt képviselőtestületet, akkor megadjuk el, igazgató helyettes úrnak, akkor parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, szeretnék én a személyiségi jogokra hivatkozva zárt ügyést továbbiakban. Jó. A Hinsberg még van? Igen, a Hinsberg még van, akkor ezt a kérdéskört szintén zárt ülés keretében fogjuk tárgyalni, jó? A Hinsbergkel kapcsolatban kérdezem a tisztelt képviselőtestület, elfogadja, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk az ügyben, amennyivel igen, kérem parkán is jelezzük, jó? Pillanat, elkevertem a hitte, hogy megvan a Hinsbergkes papír. Tehát kaptam egy levelet az igazgató asszonytól, Magony Szilviától, és ebben a levélben írja, hogy ugye korábban volt itt a településünkön, és megmutattuk neki azokat a helyszíneket, ahol a képviselőtestület javasolja, illetve fel tudja ajánlani azokat a területeket, ahol megvalósulhatna ez a létesítmény, az idősek otthona. Tehát együtt voltunk, megnéztük ezeket a helyszíneket, és többek között megnéztük a új területet is. Természetesen mindegyiket körbejárva tetszett nekik, a tói területet akkor már mindjárt kiemelték, de azt sem én, sem a képviselőtestület tagja nem tudtam emlékezni, 4000 négyzetméteres területről tudtunk,
És ugye itt a tervezők az épület tervezése és elhelyezése kapcsán egy hét minimálisan, tehát ők azt mondják, hogy legalább egy hektár, de minimálisan 7500 négyzetméter szükséges nekik a létesítmény megvalósításához. Tehát ez egy új adat és új helyzet elé állítja a képviselőtestületet is, hogy hogyan tovább és milyen megoldásokat keresni ebben, és ugye ennek folyamán jelölték ők meg a tói területet úgy, hogy ők el tudnák fogadni, hogy a majdani sportlétesítmény, amiről beszéltünk, ugye azzal együtt épülne fel, illetve nagyon jól megférne ez a két intézmény egymás mellett, mert hogy az idősek is, illetve a hozzátartozóik is esetleg igénybe tudnák venni azokat a szolgáltatásokat, amik ott megjelennének. Egyelőre feltételes módban beszélünk mindkét elképzelésről. Talán valamivel előre haladottabb ugye a hészverk kérdése, de viszont ez egy dilemma, mert ugye itt a sportcentrum pályázat előkészítőivel beszélgetve, ugye ők meg elmondták, hogy nekik az a terület mindenféleképpen kell. Ahhoz, hogy ott megvalósulhasson az a fajta beruházás majd. Tehát mind a kettőnek ugye azért vannak kérdőjelei, hogy mi történik ha, és mi történik ha. Tehát egyelőre van ez a területünk, amit ketté kéne osztani, de ha ketté osztjuk, akkor egyik meg sem elég. Illetve külön-külön elég mind a kettőnek. Bocsánat, én ma egész más témakörben, de tárgyaltam a Major úrral. Igen. És beszéltünk értelemszerűen a tárgyalás során ebből a projektről is. Ők nem ragaszkodnak a tói területhez. Nem ragaszkodnak a tói területhez. Nincs. Az a baj, ott 6000 négyzetméter körül van, ott nem tudják elhelyezni az épületet, mert az egy hosszan elnyúló terek. Nem tudják elhelyezni az épületet. Ezért jöttünk ugye legelőször, tehát a legelső verzió, ami elfogadható volt számukra, sportpálya. Igen ám, de hát ugye a sportpálya az meg másik szempontból szükséges volna, ha és amennyiben feltételes módban ez a fajta beruházás ugye megvalósulna, mert ott olyan részt kell képezni. Tehát itt ez a baj, hogy ezen kívül ilyen összefüggő területtel az önkormányzat nem rendelkezik, holott ugye ez a beruházás, ez most már... Ez már indulni tudna. És ugye nem beszélve arról, hogy egy munkahelyteremtés, stb. És fölcsök a szomszédben. Hogy? Fel, ki a szomsz? Akkor is kicsi. Hát fölülről egy tó határolja. Tehát ott az a kis tó, tudom. Fölfelé nem tudunk. A dokinak a tó. Így van. Tehát fölfelé nem tudunk terjeszkedni, vagy kivásárolni. Önkormányzatnak más egyéb területe nincs, illetve hát azok a földek, amik kint vannak. De itt belterületen más egyéb nincs az önkormányzat tulajdonában. Azt tudjuk, hogy a tói területnek a legalsó része az lápos, az abszolút. Se a környezetvédelem nem engedi, hogy ott bármilyen építkezés történjen, meg nem is alkalmas arra. Foglalpályanélkül a körülházas, ez a sportcentrum. Hát, ha fotballpálya nem volna, ugye az önmagában... Hány négyzetméter egy fotballpálya? 6000. Tehát vagy több. Az önmagában elég. Az előtér is ott van, ott hatalmas meg. Tehát az önmagában elég. Maga a játéktér az mondjuk 105-110 méterszel 67-75 méter. Hát akkor 7000 négyzetméter. Ez a játéktér. Csak a játéktér. Én azt javasolnám, vagy kérdezném, hogy ugye két lehetőség előtt állunk, és mindenki arra gondol, hogy a kettő közül nem hogy a földbe csücsülünk, és ne ragadjunk meg egyiket sem majd. Ezért ügyesen kell lavírozni. Akarva akaratlanul azt mondom, hogy a Hillsberg
pályázat, ez már eléggé előre haladott állapotban van, hogy ne vegyük komolyan figyelembe, és ne adjunk neki, vagy ne tegyünk meg mindent, hogy az megvalósuljon. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy most hol tartunk, és előre haladott állapotban van. A sportcentrumnak a pályázatáról és a kiírásáról elméletben ugye azzal is ilyen terv szerinti beszélgetésekben vagyunk, de igazából itt nem tartott, ahol a Hillsberg. Most azért tévedésben esünk. Hillsberg szintén, tehát ott ugyanúgy pályázati úton kell megvalósítani ezt az egészet, tehát még ott sincs pályázat. Viszont van egy banki finanszírozás, ugye most az Európai Uniós támogatások egy picit ebben a körben, ha én jól tudom, egy picit vissza lettek fogva, de most elindult ez az alkonyprogram, tehát igazándiból még nem kristálytiszta. Egyelőre azt kéne tudnunk, hogy hogyan tudunk lavírozni a sportpályával, a sportpálya nélkül, tudunk-e helyszínt biztosítani, hogy ennek zöld utat adjon, mert ha mi fogjuk megakadályozni, akkor a pályázaton keresztül az biztos, hogy nem fog megvalósulni sem. És a Totónál nem tudunk még területet szerezni? Ez egy kettő elférjén? Hát... Vásárolni. Én csak azt akarok mondani, hogy mégis ugye ez a Hippokratész alapítvány ezért elég sokat fogizott. Azért, hogy Házi Tamás ingyenesen jutott az önkormányzat felé, közel 2 hektár terület. Igen, tettem ki. Most ez ugye cserevere volt, és ez az önkormányzatnak nem került semmibe. Tehát én azt kérem, hogy egyelőre ebben a területben most nem kellene még gondolkodni, legalább 2 héti pihenőt kérünk ezzel kapcsolatban. Azt nézzük meg, hogy a sportcentrumnak a valószínűség, hogy ez álomszintjén haladik, vagy pedig valóban megvalósulhat ott. Tehát kettőhetet? Vagy ez, vagy az én úgy értem. De hogy vagy ez? Én kettőhetet hallottam? Igen. Annyit megvalósulhat. Erről az, hogy ez igen, mert azt tulajdonképpen meg tudjuk beszélni, hogy ebből lesz valami, vagy nem lesz. Mert ez igazából most egy picit ilyen értelemben bealudt, több ok miatt, amit most nem szeretnék elmondani, és de hát akkor ezt fel kell éleszteni, és a kérdést az illetékesek felé fel kell tenni, mert azért tegyük hozzá, hogy ez a sportcentrum kérdése is magas szférába jut föl, és mivel megyek ugye, ahol ezért sem szeretném el. Mert ez mondjuk, most ez nem mosolygás, mert mégis a kulcsembereket nem szoktuk kérni. A segítő kulcsembereket. Jó. Én a magam részéről... Tudom, 2 hetet van. Csak azt tudom mondani, de igazgatóasszonyt felhívom, és azt fogom neki mondani, akkor most jelen információ szerint még kéne kérni. Lehetséges, hogy belefér, de akkor 2 héten belül viszont tudnunk kell dönteni. Vagy esetleg még más alternatívát keresni, mint hogy a Kalocsai képviselő úr mondta, hogy esetleg más lehetőséget állítanak. Én egy másik lehetőséget próbálnék felvázolni, és hogyha ez az info is segít, akkor ezt el is adjatok választ, vagy adjanak, hogy mi van, hogyha ez a sportcentrumnak a kivitelezése nem egy helyben van. Ugye láttuk a terveket, és azoknak a területileg kb. Fele a focipályát tenne ki. Mi lenne akkor, hogyha a minden más létesítmény az ott maradna lent, a tónál, tehát az úszó csarnok, akkor a sportcsarnok, a szálloda, meg ami még van ott, és a futballpályát, az pedig itt fent valósítanánk, vagy máshol, hiszen szerintem annak könnyebben lehet találni. Jó, én nem is várok választ, csak én javaslatként mondom, hogy mi van, hogyha ez megvan volna. És akkor ki az a folyamat, hogy megint a szóval? Az magánulajdonban van, az is. Nem,
Nem? Nem? De arra az több főtulajdonosnak a tulajdonosnak. De az rendezési tervünk szerint ott építési tervek. Nem tudnánk kivásárolni. Az utolsó ház után. Hát ott van, nem? Ház utolsó ház után, vagy a Kossuth, Nógrád. Nógrád felé, a Kossuth, ahogy megyünk kifele, jobb oldalt az utolsó ház után, mint te hozott. Az magántulajdonos, tehát Diósjelenyi magántulajdonos. Azt hiszem, rendezési tervünkön tartalékipari területként van. Ott nadrágszki parcellák vannak, és dobják. Igen. Tehát ő egybevesz például az egész szempont. Egytárgyában minden. Várjuk készítéket. Jó, akkor időt kérek majd az igazgató asszonytól, és lehet, hogy ez ügyben... Meg akkor a házba is. Meg a kézőben. Nem. Hát akkor viszont meg kell így kerülni. Jó, Győző, akkor ezt feladat. Győző, azt meg tudod tenni, megkérdezett, ha úgy alakul nektek, tehát még tudnám. Megnézzük hajlandóságot, tehát a kompromisszum készséget, hogy van-e benne, vagy ezt kérdésünk. Én most magányos szakfelé azt mondani, hogy megoldjuk. Azon, persze, az, hogy kérdezzük, hogy ezzel megoldjuk, nem, hogy nem oldjuk, hanem megoldjuk. Tehát akkor abban maradjunk, hogy nem altatva a kérdést, hanem a háttérben mozogva az megoldottakkal kapcsolatban, akkor ezt viszont megoldjuk, jó? Akkor viszont eljutottunk oda, hogy innentől kezdve zárt ülések következnek, illetve nem. Nem, mert a jelenapról kéne beszélnünk, tegnap a Szociális Bizottság ülésén tárgyaljuk a jelenap előkészítését. Szabó Béla kültag az egy elég jó, és egész délután betöltő jelen napot állított össze, de arról nem kaptatok anyagot, amit nekem is csak ma délután küldött el, de mivel én későn jöttem, még nem tudtam szétkülni a testületnek, majd esetleg később a gépemről kinyomom. Tehát az a lényeg, hogy amiről dönteni kéne, ugye volt itt a május 1-je, és május 1-jén megszólítottuk a civil szervezeteket, hogy legyenek olyan kedvesek is, főzzenek, tehát méretessék meg magukat. Valami hasonlót kéne a jelen napon is, és ugye ez a délelőtti program lehetne, és onnantól kezdve szépen épülne fel a délutáni program, amire most már elég sok jelentkező. Ugye egy neves vendégünk volna, ez a Sipos F. Tamás, ami nem nagy költségért jönne, Igen, és az esti zenekart, ugye ez a Váci zenekar jönne el, tehát az esti hangulatot ők biztosítanák, hajnal egy óráig egy ilyen házi buli
zenekar zenélne, és akkor itt a helyi fellépők, illetve a környékbeli fellépők jönnének. Ahhoz kérem a képviselőtestület támogatását, hogy akkor meghirdethetünk egy ugyanilyen közőversenyt, és én kimondottam, megint csak a civil szervezeteinkre gondolok, mármint a helyi civil szervezetekre. A Szociális Bizottság képviseli a főzésem. Egy a lényeg, ugyanazokkal a feltételekkel akkor meghirdetjük ezt a főzőversenyt. Annyi különbség, hogy nem díjazott. Nem lesz díjazott, mert ugye a díjazásból most itt előfordultak sértődések, meg stb. És úgy gondolom, hogy az a... Nekem a legnagyobb díj az volt, hogy fél óra alatt elfogyott, amit főztem. Az az igazságos, hogy ha egyformán kap mindenki valami kicsit, és ugye megköszönjük azt, hogy cserénkedtek, mert tényleg ne legyen az, hogy itt bármi is. Olyan történik, igen. Tehát akkor aki ezzel egyetért, hogy főzőverseny a jelenő napon hirdessünk meg, azt kérem karfelelőt. Tehát nem verseny, főzés, de azokkal a paraméterekkel, hogy az a verseny. Jó, köszönöm. Akkor ez megvan, és akkor... Holnap öreget napja, illetve idősek napja, szépkorúak napja, 15 órától az iskolában, minden tisztelt képviselőt szeretettel várunk, felszolgálásban segíteni, meg hát ugye jelenlétünk el azért emeljük ide, nem tudok részt venni. Én annyit szeretnék elmondani, hogy engem megkeresett az iskolából pedagógusok, és május 28-án általának gyermekhatot. Ehhez kérik az önkormányzattól egy fiatályhez területén tarthassák meg. A második, hogy a Dózsa György utcát, a református templom és a virágbolt közötti részét lezárhassák. A 10 órától délután 1 óráig tervezik a programokat. Szombatján. Illetőleg, amennyivel valamilyen támogatást tud biztosítani az önkormányzat. Igen, nekem 1000 forintok a sárkányba, és ugye azt a sárkányra kaptam, ami volt nagyon sérség, meg a sárkányba. Hát az itt van az önkormányzat, az csak ide vinni, az nem gondoltam. Ha, várjál, 28 május 28. Nem azon gondolkozom, hanem ígértük el a sárt. Laksi. Mert az a baj, bizony, azért nem ment az iskola területén, mert akkor ezt... Ott meg akkor nem van. Jó, de nem kell. Nem tudom, hogy nem kell. 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 Akkor nem tudja sárta, de szerintem az mehet kisebb, hogy a konyhába esmény sárta. És én ezt nem tudtam. Akkor mindjárt legyen egy felajánlottam. 60 000 úgy csak nem tudtam. Figyelj, én megvettem a tányérokat 11 forintért, ekkorát, te megvetted a poharakot mennyi? Támogatjuk a gyereknapot, akkor azt kérem. De ők is venni fognak, és fűteni. Jó. Mindig. Tehát így, hogy szeptemberben lesz.
kiírva a pályának az egészségügyi intézmények még a fakultás egészségügyi akkor az... Ez jó. Tehát, azt hiszem, hogy megvan egyébként maga a terv. Azt mondja a doktor úr, hogy ugye tudomása szerint kiírásra kerül szeptemberben ismét az egészségügyi intézmények akadálymentesítése. Ez megint egy olyan pályázat, amiben, hogy mondjam, tehát félig mondom, jó szívvel, meg mégsem jó szívvel vesz részt az önkormányzat, de valahol kötelező, mert ugye 2013-tól az önkormányzat saját költségvetéséből kell megvalósítani, ha és amennyiben a mostani pályázatokon nem vesz részt, de tudjuk, hogy se utunk, se járdánk nincs olyan, amivel akadálymentesen meg lehet közelíteni az intézményeket, de ettől függetlenül ezeken a pályázatokon indulni kell. Ha szeptemberben lesz kiírva, akkor az valószínű, hogy a jövő évi költségvetésünket fogja terhelni. Talán valamivel könnyebb lesz, idézőjelbe téve. De minden esetre én úgy gondolom, hogy mint jelzés, oda kell rá figyelni, és akkor fel kell készülni erre a dologra. Jó? Én már készítettem. Még nem fizetnék ér. Akkor most értünk el arra a pontra, hogy ettől kezdve zárkulés következik, szünetet rendelek 10 percet, jó? Jó. 10 percet? 10 percet?